Ott táncoltál nagyon penge élen, amikor a László Bulti lebetegedett, és a Borén Annában ugye te játszottál, te voltál a váltótársa, és hányat énekeltél? Hát 4-et zsinórba. Az azért, az igen. Már a és három közönség előtt, tehát az nem volt egyszerű. Na ott azt hittem, hogy gáz lesz. Hát ott én is azt hittem. Izgultunk, igaz is? Te emlékszel rá? Ott nem gáz. Így van, és hát ugye nem volt egyszerű történt, mert utána rögtön mentünk Amerikába, vasárnap hajnalba, illetve hétfőn, hogy volt? Nem is tudom. Vasárnap hajnalba mentünk igen. Amerikába. És hát már pakoláztam a cuccaimat délután, hogy hát akkor megyünk föl Pestre, a reptérre, és akkor ilyen 6 óra magasságba szóltak, hogy hát akkor kéne jönni, mert a Boldinak még sincs hangja. Pedig úgy volt, hogy lesz, de hát bejött valami csúnya betegség, bejött igen. Neki, és hát lerekedt, és hát ez sem egy egyszerű, itt is maga céget azért kell előtetni, és akkor 6 órakor szóltak, hogy be kéne menni. De akkor már alig-alig volt hang. Hát nézzük meg, kinek van több. Igen. És ő éneket van, én éneketem van, és azt mondták, hogy arra van a sminkszoba. Hát mondom, ezt nem, kis bőröndömmel behajtottam, majd onnan a reptérre, és akkor hát jött egy nagy kavalkád, de az volt az érdekes benne, hogy pont akkor jött a szegedi vezérkar megnézni engem, mert ugye az állarcos bált a címszerepet megkaptam, és hát akkor megnézzük a fiatalembert, hogy énekel, na hát ez már nem túl frissen, de elénekeltem, illetve teljesítettem, szerintem azért aránylag, sőt, ahhoz képest, ez egy szép mondás. Hát én láttam mind a 4-et, úgyhogy... Tehát megcsináltuk, majd Amerika, és utána, ahogy hazaestünk, már rögtön mentem le Szegedre, de közben természetesen ilyenkor odafele is eltűnt a bőröndöm, visszafele is eltűnt a bőröndöm, és abba volt benne az állarcos bál, hogy majd én Amerikába egy hét alatt egy kicsit tanulom a szerepet. Hát ezt tudod kihiszi, Eszter, na mindegy. Na, mire készültök? Nem most így a színpadon, mert az majd meglepi lesz, hanem milyen szerep vár rátok a közeljövőben? Most nem csak a felvételhez képest, hanem a leadáshoz képest. Jó, hát Pécsen fogjuk csinálni a Giannis Kikit és a Máriós a varázslót, 2-1 felvonásos operát. Most volt szerencsém találkozni a mesterrel, Vajda mesterrel, itt lent Pécsen, mert a Pécs Kantát rendezvény, ami volt most Pécsen nemrégen, arra írt egy, oda is írta azt hiszem, hogy azt oda írta a szerzeményére, hogy kicsit szándékosan a Carmina Buránára próbált hajozni, sőt ez egyik szövegrész az a szövegrész is volt, hasonló apparátussal, tehát két zongora, ütőhangszerek, és abban egy tenor szólt, amit írt, azt én énekeltem, és hát pont beszéltünk is a Mário és a varázslóról, egy kicsit volt szerencsém így egy kicsit jobban belelátni így előre, hát ezt csináljuk, marad a Bolein, csináljuk az állarcos bált, van szó szegedi darabokról, azokat majd meglátjuk. Isti? Hát én igazából nagyon szerencsés vagyok, mert én, ahogy már említettem, Miskolcon nagyon jókor és nagyon jó időben voltam, és a Miskolci Opera Fesztivál igazgatója, Bátor Tamás engem hallott a Sevillai Borbélyban énekelni, és onnantól kezdve hát így a vóna alá vett is gyakorlatilag az Opera Háztól kezdve a Miskolci Opera Fesztiválon, most már kétszer is énekeltem, komoly művészekkel együtt, és ezáltal lehetőséget kaptam arra is, hogy Kocsis Zoltán karnagyúrral megismerkedjek, úgyhogy én most a Nemzeti Filharmóniával fogok dolgozni 7 koncert erejéig. Gratulálok. Köszönöm. Aztán a Budapesti Filharmóniával lesz ilyen filharmónia sorozat Zala megyébe, amit még elvállaltam, és hát az operák közül pedig be fogok állni az Operaházba a tavaszi fesztiválra, illetve előtt három előadás a Don Pasquale-ba, Ernesto szerepét fogom énekelni, majd májusban beállok a Sevillai Borbélyba. Van dolgotok? Van, hála Istennek. Marad idő a másik lábra, hogy így mondjam, a bordalnokokra? Hát egyre kevesebb. Tehát egyre nehezebb. Számol ezzel a Lakner, hogy ti esetleg egyszer csak nem értek rá? Hát kénytelen. Azon, valamelyiknek helyett szívesen énekelek, azért kell nagyobb, mondjátok neki, hogy... Hát az Isten, ez egy adott pont, mert ugye ebbe a felállásba, tehát mi nem csak énekelünk bordalokat, hanem mi a hangszeres kísérletet is mi adjuk. Hát tudom vinni például pakolni a cuccokat. Azt... Az remek. Jó lesz. Hát ez hiányzott igazából. Igen, éreztük mindig, hogy valami hiányzik a csapatban. Hát ez. Szóval tudtak egyeztetni? Hát nehéz, tehát nagyon időbe kell, hogy ezt mindig mondjuk, akik meg szoktak bennünket hívni, hogy előre, mert azért színházba leadjuk, próbálunk egyeztetni, ott meg sokszor azt mondják, hogy persze, muszáj az első, igen. Jó. Amennyit tudunk, igen. Igen, fiúk, azt szeretném tudatni veletek, és nagy örömömre szolgál ez nekem,
hogy nem titok, ugye, hogy mi nagyon régóta ismerjük egymást, és hogy azért pár évvel ezelőtt nem voltatok ilyen mosolyogósak. És hogy elindult a szekér, ennek nagyon örülök. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nagyon örülök. Úgy tudom, hogy egy kis meglepetés műsorral fogtok kedveskedni nekünk. Mit hoztatok? Ami nem opera. Vagy nem. Opera? Nem. Nem, igen. Kálmán Imre Kis király című operettjéből fogunk egy igen ismert részletet előadni. Autentikus földolgozás. Autentikus földolgozás. Benne vagyok. Ajándékot szeretnék adni nektek. Természetesen egyet-egyet. A Dalekszandra kiadó voltából egy gyönyörű könyvet. Tudom, hogy nem ittok alkoholt, de a Villányi Borász barátaim küldtek nektek, a Sauska és a Bokkis egy-egy üveg bort, akiket nagyon szerettek, és egyáltalán nem konkurenciátok, a Vivát Bakusz énekegyüttesnek a DVD-jét fogjátok szeretettel, és rakjátok be az ágynemű tartóba, mert úgyse fogjátok megnézni. Tomasz a Torok CD-t, Simon Falvi Ágata CD-t, Sasvári Sándor dedikált könyve, Sasiról írták, és a Kashmir Gold küldött nektek egy-egy relax párnát. Én azt hiszem sejtitek, mit kívánok nektek. Nagyon-nagyon sok szerepet, és nagyon vigyázzatok egymásra és a hangszálaitokra is. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt voltatok. Volt szeretőm, de már nincsen, a képnél hagyott. Már a témmal mit csináltam, lumpoltam nagyot. Tíz kocsmába bementem, száz vice bort lenyeltem, a lótámat felhúzattam annyi szent. Úgy siattam azt a pimasz vétel. Come on, young.